A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség tavaly nyáron emelt vádat két 40-es éveiben járó öcsödi férfival szemben nyereségvágyból társtettesként elkövetett emberölés büntette miatt. A tavalyi novemberi előkészítő ülésen az elsőrendű vádlott vallott beismertetettét, majd pedig elfogadta az ügyész által indítványozott 14,5 év fegyházbüntetést. A büntetés végrehajtási intézet munkatársai még az akkori tárgyalás követően a bírósági épületből vitték el, hogy megkezdje a rá kiszabott büntetése letöltését. A vádirat tulajdonképpen az ő vallomására épül. Tőle, valamint a korábbi rendőrségi jegyzőkönyvekből tudható az a döbbenetes információ, hogy a rablógyilkosság kellős közepén az áldozat házából az utcára kisurranó másodrendű vádlottat a járőrök megállították és igazoltatták, ám 14 évig az illetőre mégsem vetődött a gyilkosság gyanújának árnyéka. Történt, hogy 2008. november 21-én éjjel megöltek egy idős asszony Csépán a Béke utcai házában. A nőt a támadói egy órán át hiába bántalmazták és vallatták, nem árulta el, hol rejtette el értékeit. A tettesek végül két gyűrűvel, az áldozat füléből kiszedett aranykarikákkal és mindössze 1000 forinttal távoztak. Marisnál korábban volt egy nyakláncot, több köves gyűrűje, de valóban gyűrűk még nyáron eltűntek, láncot, mint mondottam, ellopták tőle. Volt még egy pár aranykarika fülbevalója, ami mindig a fülében volt, még az utolsó találkozásunkkor is. Ha az nincs rajta, akkor azt is ellopták. Nyáron a tévészobában a szekrénynek egyik kis dobozából, nem tudom, hogy pontosan honnan, kivett egy férfi karika gyűrűt, és mondta, hogy ez a Béláé. Akkor láttam egy pillanatra azt a gyűrűt, de azóta semmit nem tudok róla. Ha nem találták meg a szemles alatt, akkor nyár óta az is eltűnt valamikor. A holttest felfedezését követően a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság indított nyomozást. Az egyedül élő, de szellemileg és fizikailag is jó állapotban lévő asszonyt a teljes testén bántalmazták. Végül folytogatás okozta a halálát. Tegnap értesítette az egyik szomszéd, hogy nem látták a Mariskát két napja, és nem volt kenyére sem. Ekkor lányommal idejöttünk, és mikor láttuk, hogy ajtó üvegét betörték, értesítettük a rendőrséget. Ezután tudtam meg, hogy megölték a Mariskát. Mondták, hogy telepenzetéket is elvágták, ami azért furcsa, mert én mindjárt idejöttem volna lányommal, többször hívtam Mariskát, ő azt gondolta, hogy csak elesett, és ezért nem mozdul ki a házból. A telefon mindig kicsengett, de senki nem vette föl. Ez tehát tegnap, 22-én, 9 és 10 óra körül történetett. Megnéztem a házat belülről, nem láttuk olyat, hogy bármi is hiányozna innen. Testvérem nyugdíja olyan 70-80 ezer forint körül volt. Pénze is volt, de pontosan mennyi, azt nem tudom. A nyomozók két évig vizsgálódtak az ügyben, majd felfüggesztették az eljárást. Akkor még elkerült a figyelmüket az a tény, hogy a gyilkosság éjjelén igazoltattak egy a járművénél álló öcsödi férfit, aki szerint az autója műszaki hibás lett, ezért vesztegel mellette. Csak 14 évvel később gyanúsították, majd vádolták meg a rablógyilkossággal. Mindez azonban Ronyec Csaba alezredesnek, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kiemelt főnyomozójának köszönhető, aki 2020 tavaszán megkezdte az összefüggések puzzle darabkáit értékelhető képpé összerakni. Kiderült, hogy az idős asszony szomszédságában egy család lakik, melynek Csávóka Bece nevű fiatal tagja gyakorta és előszeretettel járt belopni az idős nőhöz. Ki féltve az életét, nem jelentette fel a fiút. Mint később kiderült, az egyébként 2009-ben elhunyt Csávóka igen közeli rokona a másodrendű vádlott feleségének. Ő adhatta a tippet a két fős öcsödi bandának, hogy van az idős asszonynak rengeteg dugi pénze. Bizonyítási eljárás már csak a másodrendű vádlott vonatkozásában zajlik. A keddi tárgyaláson azonban a már jogerősen elítélt elsőrendű vádlott is jelen volt, aki terhelő tanúvallomást tett társára, aki pedig a Kecskeméti Büntetés Végrehajtási Intézetből kivetítőn vett részt a tárgyaláson, mellesleg végig sírta a napot. Az elsőrendű vádlott szerint ugyanis a másodrendű vádlott volt az ötletgazda. Azt mondta a Csávóka, hogy sok pénze van a csépai banyának, menjünk át, azt csináljuk meg. Az ő kocsijával mentek át Öcsödről Csépára a gyilkosság éjszakáján. A járőrök a másodrendű vádlottat igazoltatták a kocsija mellett, illetve ő folytotta meg párnájával az idős áldozatot.
noha csak az elsőrendű vádlott DNS nyomait találták meg a párnán. A legutóbbi tárgyaláson dr. Nádor Zoltán bíró számos tanút hallgatott meg, köztük az elhunyt asszony rokonát, aki rátalált halott nagynényére, valamint az elsőrendű vádlott volt élettársát, aki ugyan magával is minduntalan ellentmondásba keveredett, viszont nem emlékezett arra, hogy hajdani közös bérleményükben egyáltalán volt-e kályha, melyben párja elégette volna a bűncselekmény éjjelén viselt ruházatát.